Kezdjük csokolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Menjen, igyon egy kávét. Ezekkel a szavakkal küldte ki a német kancellár Olaf Scholz Orbán Viktort a tegnapi szavazásról, amelyen az európai tagállamok vezetői az ukrán tagjelölti státusz lehetőségét vitatták meg. Orbán Viktor tehát nem tiltakozott távolmaradással, nem szimbolikus gesztust gyakorolt, hanem egész egyszerűen kiküldték az ülésteremből, mint egy rossz gyereket, aki zavarja a tanórát. Megint az történt, amit már sokszor láttunk, a Budapesten harcias szövegeket mondó miniszterelnök Brüsszelben árnyékától megijedt csivavaként vonult vissza az első szóra. A Demokratikus Koalíció szerint Orbán ismét bemutatta, hogy nagymenényből lesz a nagy zakó, a harc pedig számára egészen odáig tart, amíg ki nem küldik kávészünetre. Amíg a másik 26 tagország vezetője az EU jövőjéről döntött addig, Orbán arról hozott felelős döntést, hogy eszpresszót vagy lattét igyon. Ez az eset csak még kínosabbá és nevetségesebbé teszi, hogy azt az Orbánt küldték ki egy brüsszeli szavazásról, akinek manapság a szuverenitás lett a kedvenc szava. Éppen ezért fontos, hogy felállítottuk az árnyékkormányt és felkészültünk a kormányzásra és a szociáldemokrata fordulatra. Magyarország csak egy új kormánnyal tudná képviselni érdekeit az Európai Unióban. Ha valakinek esetleg azzal jönne haza a gyereke az iskolából, hogy a matematika órán nem akart részt venni egy rossz döntésben, és álláspontját távolmaradással fejezte ki, akkor az a szülő kérdezze meg a gyerekét, hogy miért küldte ki a tanár a tanóráról. Valami ilyesmi történt Orbán Viktorral is tegnap Brüsszelben, teljesen példátlan, hogy Magyarország azért nem tud élni szavazati jogával az EU-ban, mert a magyar miniszterelnököt kiküldték a teremből. Ez nem harc, még csak nem is képviselet, ez egy szuverenitásunkat sértő bohózat, amit Orbán Viktor kizárólag magának köszönhet. Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, a Demokratikus Koalíció szerint Orbán ismét bemutatta, hogy nagy mellényből lesz a nagy zakó, a harc pedig számára egészen odáig tart, amíg ki nem küldik kávészünetre. Ez az eset csak még kínosabbá és nevetségesebbé teszi azt, hogy azt az Orbánt küldték ki egy brüsszeli szavazásról, akinek manapság a szuverenitás lett a kedvenc szava. Éppen ezért fontos, hogy felállítottuk az árnyékkormányt és felkészültünk a kormányzásra és a szociáldemokrata fordulatra. Magyarország csak egy új kormánnyal tudná képviselni érdekeit az Európai Unióban. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kezét csókolom, viszontlátásra!